Saromó Márta elnök köszöntötte a Tolnai Kés csoport tagságát, felidézte a 2019-es év eseményeit, majd az idei 2020-as év programtervezetét beszélték át közösen. A tavalyi év folyamán minden hónapban tevékenykedtek, vagy saját rendezvényt szerveztek, vagy más, helyi, esetleg országos megmozdulásba kapcsolódtak be. Vannak állandó programok is, melyeket évről évre megrendeznek. Eseménynaptárukban már konkrét időpontok és fellépők nevei sorakoznak. Az egyik a templomok éjszakája október 3-án. Itt ugyancsak nagy örömmel mondom, hogy az előző héten konkretizálódott a program. Mészáros János Elek magánénekes fogadta el meghívásunkat, és ő fog egy hangversenyt tartani és beszélni hitről, hazaszeretetről, hűségről. Ugyancsak állandó programunk az Emmaus járás, ezt húsvét hétfőn ejtjük meg, most már több éve. Ez Emmaus járás ugye a Bibliából ered, tehát az a lényege, hogy az emmauszi tanítványok minden évben ugye a húsvét alkalmából elzarándokoltak Emmausba Jézus tanítványai, és ennek az emlékére mi is járjuk ezt az Emmauszt, ez egy gyalogos zarándoklat, Mőzsre megyünk ki Tolnáról, és ott tartunk egy ünnepi szentmisét erre emlékezve. Minden évben az zarándoklat egy fontos programja késznek. Az idén két helyre zarándokolunk, az egyik padra, ez is már egy több éves gyakorlat, hogy Szentháromság vasárnapján a paddi búcsú, és akkor gyalogosan meglátogatjuk a paddi testvéreinket, illetve az országos kész az idei zarándoklatát Esztergomba szervezi, és ősszel is oda is szeretnénk elmenni. 2020 minden szempontból jeles évnek számít a kés csoportnak. A trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója mellett az Egyesület jubileumi éve kapcsán is új eseményeket szerveznek. Csatlakoznak a Nemzeti Közösségek évéhez is, ez alkalomból Pozsonyba látogatnak el, elmélyíteni az ottani délvidéki magyar katolikus közösséggel való kapcsolatot. Az idei év több szempontból kiemelkedő év lesz a kés tolnai csoportjának életében, ugyanis 25 évesek leszünk. 95-ben alakultunk, és szeretnénk ezt ünnepi formában, méltó módon valamikor ősszel megünnepelni. Emellett a két programját behatárolja két esemény, az egyik az Eukarisztikus Világkongresszus, a másik pedig a trianoni évforduló. Az Eukarisztikus Kongresszuson értelemszerűen kötelességünk, hogy jelen legyünk, úgyis, mint a plébánia tagjai, és úgyis, mint az országos kész tagjai. A másik sajnálatos esemény a Trianon 100 éves évfordulója, a trianoni békediktátum aláírásának 100 éves évfordulója. A kész egy országos felhívást adott ki ezzel kapcsolatban az egyházközségeknek, plébánia közösségeknek, gyülekezeteknek kérve, hogy az aláírás 100. évfordulóján, azaz június 4-én 16 óra 30 perckor lehetőleg minél több templomban szólaljanak meg a harangok, ugyanis amikor aláírták ezt a békediktátumot, akkor is ez történt. Tehát mementőként a harangok szólaljanak meg, és utána mondjunk el közösen egy mi atyánkot a magyar nemzetegységért. Még Trianonhoz kapcsolódóan és a nemzeti összetartozást erősítve örömmel számolhatok be arról, hogy a kés tolnai csoportja az idén egy újabb határon túli csoportot látogat meg, mégpedig április 18-án 35 fővel utazunk ki a pozsonyi katolikus közösséghez, remélve, hogy egy hasonlóan gyümölcsöző kapcsolat kezdete lesz, ugyanis a délvidéki magyarokkal már van kapcsolatunk, nagyon gyümölcsöző, jövőre lesz a 10 éves évfordulója, és kiemelt feladatának tekinti a tolnai kész is, hogy minél több határon túli magyar közösséggel megismerkedjen. Még 2019-ben is az Eurostat a kontinens időseiről készített kiadványában arról számolt be,
hogy az előregedés világszintű jelenség, amely szinte minden fejlett országot érint. Ez a kéz helyi csoportjának tagságára is hatással van. Tulajdonképpen a kéz tagság az egymással nagyon jó közösséget alkotunk. Sajnos kicsit előregedett a tagságunk, több idős tagunk elköltözött, és ezért fiatalítunk, igyekszünk fiatalítani, és úgy tűnik, hogy 4-5 új taggal sikerül bővülnünk az idén is, és hát szeretnénk a fiatalokat megszólítani. Ez egy nagy kihívás, nem csak a tolnai késznek, hanem azt hiszem, hogy mindenkinek, és ezért örülök annak, hogy most már második alkalommal egy közös programot szervezünk a Tolnai Katolikus Gimnázium diákjaival, mégpedig virágvasárnap előtti hétvégén egy házaspár, úgy hívják őket, hogy Dezső Dóra és Szűcs Miklós, egy 6 gyermekes házaspár, ők fognak egy előadást tartani, zenés, verses előadást. Az a címe, hogy virágvasárnaptól húsvét hétfőig. Ez egy ilyen lelki zarándoklat, versekkel, népdalokkal, Pilinszkitől egészen Jókai Annáig. Bízunk benne, hogy a gimnazistákat is sikerül ezzel egy kicsit bevonni a kész életébe is, megszólítani őket, és felkelteni az érdeklődésüket. A program ismertetésen túl tombolával, farsangi fánk elfogyasztásával, kötetlen beszélgetéssel folytatódott az est.